Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Podcast sorozatunk új részében üdvözlöm a két vendégemet, Kollár Lászlót és Rabár Pálót, És én most átadnám nektek azt a lehetőséget, hogy mondjátok el, hogy ti kik vagytok, mert a főleg árpi esetében nem egy, nem kettő, hanem több titulus is láttam keringeni a neten, és tudom, hogy nem mindegyikkel van egyébként kibékülve. Ezek között van a jövő kutató, de majd segíts ebben, hogy légy pontosan, hogy van, és Laci, te majd a, addig gondolkozhatsz a hát saját. Ez egyszerű, igen. Nem tudom, milyen titulósokat láttál neten, remélem, hogy jókat, de azért nem merek magamra rákeresni. Igazából én kb. 20 év a digitális kultúra kutatásával foglalkozom. bm n egy tanszéken dolgoztam, sokáig a kutatóintézetben vezettem, most a Corminus Egyetemen tanítok e és a Nemzeti közszolgálati Egyetemen pedig kutatók, információs társadalmat. Emellett mindenféle ilyen informatikai cégekben szoktam dolgozni, meg ilyen szakértői tanácsadásokkal. A jövő kutató szó, az a, szeretem olyan értelemben, vagy szép szó, azt nem szeretem, ha rám mondják, én egyrészt nem vagyok az, olyan értelemben, hogy van egy ilyen szakma, van egy ilyen tanszék, van egy ilyen tantárgy, vannak ennek módszertanai. Én szélesebben vagy egy kicsit másképp szoktam gondolkodni, inkább trendkutatónak szeretem magam nevezni, ami igazából azt jelenti, hogy én nagyon sokat foglalkozom a múlttal, az emberek megértésével. Engem mert leginkább az izgat mindig, hogy hogy működünk ma, mit változtatott rajtunk ez a digitális technológia, és miért csinálja magával az ember. És akkor persze ez pinofolom jobbra-balra, van, amikor eladom, mint egy cégterméket, van, amikor beszélgetek róla, néha meg halára untatom a barátaimat, szóval inkább nem keresek rá, miket találtál róla. Akkor a hallgatókra bízom egyébként, hogy akkor ők hova osztanak be téged ebben a beszélgetésben. Laci, te mit mondanál magadról? Hát, <coughs> Kollár László villamosmérnök, mérnök jelenleg egy kereskedő bankban <coughs> projektvezető. Viszont megtetszett a jövőkutató kutató tevékenységet, ugye az egyik legelhíresültebb mondása. Vagy Maci Lacionak, vagy, vagy Niels Bornak tulajdonítják, hiszen a predikció egy nagyon nehéz pálya, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. Tehát így láthatom is tisztelek ezért a feladatért. De valahol mégiscsak jött ez a jövőkutató kutató címke. Ezt nem te, magad, nem, nem, te találtad ki magadra, nem, hanem, nem, nem, hanem nem. ezt valaki rád akasztotta. Csak azért feszegetem ezt, mert most, most is azért valahol azért erről fogunk beszélni, vagy a várható trendekről. Persze, egyrészt a kutatóintézetünk azzal foglalkozott, az elején azt a feladatot kaptuk, mondjuk meg mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva és 15 év múlva. Tökre örültünk, mert akkor 5 évig nyugi van, de mivel 16 évig működött a kutatóintézeti mindegyik szemben szembenéztünk, egész jól lehet azért látni, tehát sokszor uh, jobban lehet látni, mint gondoljuk, néha meg tényleg nem lehet megjósolni. Nyilván engem is az izgat, hogy mi fog történni. Most ha egy cég megrendelt tőlem valamit, akkor termékszinten érdekli, de engem az izgat igazából, hogy merre haladunk és miért. Mindig ezt feszegetem, hogy, hogy mi lesz. De ezt csak úgy tudom csinálni, hogy megértem, hogy most mi történik igazából, a mélyre hatolni a dolgoknak, és nagyon szeretem megismerni az embereket. Én mindig kultúra szinten foglalkozom, nem egyéni pszichológiai, nyilván van egy ilyen vonal is, hogy mi zajlik a fejekben, de, de az, hogy merre áramlunk, uh, hogyan hozzuk a döntésenket, hogy programozzuk őre önmagunkat, ennek milyen hatása lesz, ez, ezt fajta, nem tudom megunni. Ez azt is jelenti akkor, hogy a, ha jól vettem ki, már pedig valószínűleg igen, hogy te üzleti célú tanácsokat, meg stratégiákat is adsz, illetve ezt jól értem? Persze, nyilván csinálunk ilyet, és a kutatóintézet, ahol dolgoztam, az egy for profit intézmény volt, tehát mi nem, mi a piacról is értünk, úgyhogy ennek megfelelően mindenkinek volt alapkutatása, ami érdekelte, de mindig le kellett tudni fordítani arra, hogy oké, okay, de ki fog ezért fizetni, és most nem azért, hogy jaj, jaj, gazdagok legyünk, hanem hogy ez egy kicsit egy ilyen mérték, hogy ki az, aki hajlandó a saját pénzéből adél adni, hogy meghallgassa azt, hogy te mit mondasz a jövőről, és utána visszajön, mert ezek szerint bejött, mindegyik megrendelünk visszajött, úgyhogy tök jó. A Laci a pedig, ahogy az megelőző beszélgetésben is említettem, a, a Data Arena konferenciát hoztam föl, azt a pontot, vagy a, a, azt a pillanatot, amikor arra gondoltam, hogy nektek le kéne ülni egy asztalhoz. Nálad az honnan jön ez a feszegetése, pontszolgatása azoknak a digitális társadalmi folyamatoknak, ami mostanában külöttünk zajlik, és amit annyira nehéz egyébként szerintem megfogni, majd nyilván erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet tetten érni, merre megyünk, pontosan milyen hatással van ránk ez nálad, ez egy személyes érdeklődés. Van egy személyes indítatása, így van, nekem van három, 18 és 22 év körüli gyerekem, és Egyrészt ezeket zömbében neki kérem ezeket az előadásokat, és utána időnként van egy olyan érzés, hogy egy kicsit bővebb hallgatóságnak is érdekes. Milyen szerencse, f... hogy még más is meghallgatja a ha szívét. Sok esetben van egy olyan érzésem, hogy az ő torkukon le nyomkodni a legnehezebb. Tehát az, hogy fél órát rám és meghallgassanak, az már egy fegyver. De ez tényleg így működik, hogy te mondod, gyerekek, akkor ügyetek legyen, Én Én kvázi, igen, apa azzal... prezentálni fog. Hát gyakorlatilag monitorig nem cibálom el őket, de igyekszem őket. Következő volt egy nagyon érdekes felismerésem adott egy, és itt most az, itt az apai büszkeség zárójelben, megnyújt egy lovat, tehát gyakorlatilag állatorvost a hallgató, de már a végzés közelében, de amikor arról van szó, hogy az autó egy kilométerre futó költsége mennyi, akkor az amortizáció fogalmát nem ismeri. Mm -hmm. És akkor úgy akartam fel, hogy hú, hú ez így nem lesz jó. És valahányszor, és ez most itt nem egy, nem egy a középiskolai oktatással szembeni kirohanás akar lenni, csak olyan szintű fehér foltok vannak a térképen, amely, amely gáz. Mm. És miután az én feladatom valahol az, hogy fölvértezem őket gyakorlatilag bármire és mindenre, ami szembe jöhet, ami egyébként egy Mission Impossible-de próbálkozni ér. Ezért az egyik ilyen dolog, amire fel akartam őket értezni, az a, miután hozzánőttek a mobiltelefonjukhoz az utóbbi években, és ez egyre jobban aggasztott, próbáltam neki elmondani azt, hogy az, ami ingyennek látszik, az tulajdonképpen piszkosul nem az, mert hogy a saját személyes identitásukkal fizetnek érte, ennek nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek, és ahogy most a világ lesznek is. De ebből már látszik azért, hogy azoknak van egy, van egy elég erős vélemény egyébként erről, majd ezt erről is beszélgetünk, A, és nem akarok senkinek nekiugraszni, de az egy alapvető kérdés, hogy ti, ti ketten alapvetően digitális pessimisták vagy digitális optimisták vagytok, és rátok, bízom azt, hogy ezt hogyan értelmezitek. Én abszolút optimista vagyok. Egyrészt ilyen a természetem, másrészt az én értelmezésemben a kultúra az mindenképp egy túlélési stratégiát, az ember ezt használja fegyverként az adott kihívásokra. Ez mindig így volt az emberi történelem során. A digitális kultúrának megvannak a maga okai, hogy miért jöttek létre, és látjuk. Például az, hogy, hogy egy teljesen városiasodó emberiség túl tudjon élni, hogy tudjunk együttműködni egymással, hogy idegenek tudjanak rövid távú, de értékes kapcsolatokat létrehozni, és így tovább nyilván egy nagyon széles terület, és vannak negatív vagy pozitív részei, nem ilyen úrra optimista vagyok, a jaj, jaj, minden jó. De én úgy állok hozzá, hogy félni nem szabad, mert a félelem az csak leblokkol. Meg kell ismerni, tudom, hogy milyen hatásai lehetnek, akkor azok ellen felvértezem magam, körülbelül, mint a közlekedés az autóban. Nyilván figyelek, hogy nem menjek neki különféle tárgyaknak vagy puhatestűeknek, de amúgy megyek és vezetek, tehát hogy ez rendben van. Ugyanilyen a digitális kultúra is, <coughs> beszélni kell róla, meg kell ismerni, meg kell érteni, azért félnek tőle sokan, mert az tény, hogy a digitális kultúrának sok olyan hatása, amit elsőre nem érzékelnek, mert ez az emberiség első olyan eszköze, ami láthatatlan, és nagyon finoman manipulál, és ezért nehéz észrevenni, de azért, azért lehet róla beszélni. Én, én azt gondolom, hogy nem, hogy ez egy abszolút, egy, szinte mágikus képességekre tettünk szert, ha belegondolunk, soha nem tévedünk el, minden nyelven tudunk a világon, hozzáférünk tudásforrásokhoz, olyan kényelemben élünk a régen a királyok se, ezt azért látnunk kell. És szerintem nem is fog túlélni az emberiség anélkül, hogy ne tudna így együttműködni. Tehát ilyen szempontból abszolút szükségszerűnek látom. Az, hogy milyen negatív hatásokkal jár, ezt is látjuk, tényleg sok mindennel tud járni, de ezek azok, amiket kezelni kell tudni. Egyébként a, tudom, hogy akár 20-30-40 percet is tudnál a digitális kultúra fogalmáról tartani, de azt most az világ is meggyorsul, hogy itt az a, ez alatt most az egész uh, digitális uh, világunkat, fejlődésünket, az abban az embereket, mit értesz pontosan, csak hogy helyre tudjuk tenni, hogy de ilyenkor, amikor ezt mondod, akkor mit értesz alatt? Mm -hmm. Jó kérdés, ugye két fogalomból áll, digitális és, kultúra. És kultúra. A digitális <laughs> ha a az... kettőt, akkor mi lesz belőle? De nem, úgy, hogy a digitális az egyszerű, tehát hogy nulla és egy, uh, igazából nincs is, ugye van áram, nincs áram, és hosszú nulla egyes sorozatok, de mégis tudjuk azt, hogy teljesen befolyásolja az életünket. Kultúra alatt én, én gyakorlatilag az emberek ö, gazdaságát, társadalmát, ö, stb. irányító, minden nem örökölt információ összességét értem, de szeretem mondjuk úgy funkcionalista módon megközelíteni, hogy, hogy ez egy túlélési stratégia. Tehát nyilván szeretem a kultúrának a magas kultúrás részét, színház, könyv, stb. De én mindig úgy nézem a kultúrát, ennek mi a funkciója, mit old meg, hogy hozza össze az embereket, mit változtat meg. Tehát a kultúra, ez a, ez a, mondjuk úgy, a társadalmi viselkedések összessége, de több száz definíció van, egyiket sem szeretem, tehát hogy úgy maradjunk ennél. én szerintem is ezt én jóvá hagynám, ezt a, Köszönöm. De így, <laughs> Akkor túl ebből vagyunk. a székből, hogyha van erre jogos újtságom. Én egy picit talán realistább vagyok, gondolkodtam Igazából egy idézetet kezdeném, és itt csalok, mert az egyik kedvenc rakétakutatómtól, Werner from Brown Tom származik a kijelentés, mi szerint a tudománynak és ilyen szempont a technológiának nincsen morális dimenziója. Ugye ő egy eléggé durva hasonlattal ölt, azt mondta, hogy egy kést egy, egy rablógyilkos vagy egy sebész kezébe adunk, akkor másra fogja használni. És ezt azért hozom elő, mert egy oldalról a technológia fantasztikus, és totálisan odáig vagyok érte, más oldalról, ahogy mondtad, eljutottunk abba a korba, amikor az 1984-nek az alapgondolata, Big Brother is watching you, az egy tény. És ebbe az a rémisztő, hogy erre egy egész államaparátust fel lehet építeni, tehát szerint ez a titkos szolgálati nirvána, ami jelenleg van. Bárhol lehallgatlak, leprofilírozlak, jobban is ismerlek, mint az anyád, és csúnyán vissza fogok élni vele. És ezt az államok, sőt, akár magáncégek is, mint a Cambridge Analytica vidáman űzik jelenleg is. És a félelem az az, hogy az emberek jelentős része ennek még csak nincs is tudatában. Tehát csak akkor fog védekezni ellene, ha már tud róla. Jelenleg az emberek 90%-a ezt még nem vette észre. Ez jó, hogy beszélünk róla, mm. a nem mondjad? nem vitatkodásként, de... de, de. De. igen, az ön jó az de. Már jól érzem magam. Főleg már egy, akkor. Egy, 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 nőnél lehet érezni, amikor elkezd egy mondatot, akkor tudod, hogy a közepé lesz egy de. Nálam is lehetett érezni. Kultúra szerintem itt lép be. Egyrészt, hogy az emberek tudnak-e róla, vagy sem, azt látjuk egy nemrégi régi ö, magyar reprezentatív jó kis kutatásból, nagyon rég volt ilyen Magyarországon, de nemrég csináltunk egyet, hogy az emberek azért érzékelik, tartanak például a közösségi médiától, de használják. Tehát az, hogy megtudják, hogy mondjuk ez rossz nekik, mert lehallgatják, mert összegyűjtenek adatot, mert manipuláltak rajta, 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 keresztül, ez nem fogja azt jelenteni, nem használják. Szabályozással ezt nem lehet utolérni, mert ez nem így működik, és a szabályozás az mindig három-négy éve le van maradva a digitális kultúrától. De Érzékenem, a kicsit erre mondjuk a kínai állampolgársági rendszerre gondoltál például, Hint, ami ugye ez egy nagyon szép kerek digitális diktatúra, hiszen ott vannak nekünk a kamerák az utcán, amit az felismeréssel azonosítanak, gyakorlatilag a digitális kultúrát kiterjesztették a fizikális valóságban, nem csak a netes tevékenységeinket követik, hanem a fizikait is, és ez egyből pontoz. Ez egy rémálomnak hangzik, ugye, elsőre. Szerintem az is. És az is, mert diktatúrára használják, de azért diktatúra, mert nincs választásunk, vagyis hát a kínaiaknak ők ebben vannak. De másik oldalról ez a világ legnagyobb társadalmi bizalmi projektje. Tehát most itt az van, hogy mondjuk állok a dugóban a városban, mindig van egy okos, aki elmegy a busában mondjuk. Hát az az ötven ember, aki ott ül, abban a pillanatban baleknak érzi magát. Ú, hát ő megcsinálta, én nem, én miért nem, stb. Nő a társadalmi szemét, és így tovább. Ki nem van, megtörténik, abban a pillanatban lemegy a pontszáma, mert ugye be van kamerázva az egész. Éjszaka haza tud sétálni, gyalog átkelője, megy egy gyalogos, nem lassít le az autó, úgy lemegy a pontszáma. Rengeteg idegen ember él egymás mellett, akik nagyon különböző tehát nincsen már egységes értékrend, ugye? Nagyon különböző játékok mentén mennek, ahol, nagyon mások a határok azért, hogy ki milyen közel lép a másikhoz, vagy akár ugye egy rémtörténeteket is lehet olvasni a Budapest éjszakában is akár. Egy ilyen rendszer létrehozza az, ugye egy kínainál nem az önmegvalósítás és az egyén egyéni élet a legfontosabb kurszó, szóval hanem az, hogy helyesen élni. Én helyesen viselkedem, a társadalom megvéd. De ki fogja meghatározni az, hogy mi a helyes? Na itt jön be a diktatúra része. Én csak azt mondom, hogy például ugyanilyen rendszer lesz nálunk is, most nálunk alatt a mondjuk úgy angol száz fehér kultúrát éppen, mint ami Kínában van, csak mi önként fogjuk ezt csinálni üzleti alapon. Például a világ egyik legfeleslegesebb technológiája a sebességmérő kamera. Ez egy butaság, amit csinálunk ezzel az egésszel hogy ez egy népi játék ki van rakva, most már az útvonaltervezőm tervezőm is jelzi, mindenki gyors hajt, ott lelassít, utána megint gyors hajt, ahol meg nincs, ott gyors hajt, vagy, vagy, nem hagy gyorsan, nem akarok mindenkiről rosszat feltételezni, de ez csak egy játék. A zsebünkben van a világ legnagyszerűbb kémgépe, az okostelefonú. Ha most azt mondja nekem a magyar rendőrség, mondjuk, hogy kedves Árpád, az útvonal tervező adatait az elmúlt egy évre add át, akkor abban a pillanatban látni fogja az elmúlt egy év során, Hol hajtottam gyorsan, merre jártam, stb. Gyakorlatilag méterni pontosággal meg tud büntetni. Kínában ez történik, hogy azt mondja, hogy kedves Li, ad ide az útvonal tervező adatait. Itt meg azt fog történni, hogy azt mondja a biztosító, kedves Árpád, 200 ezer forint a éves biztosításod, ha megosztod velem csak az útvonal tervező adatait, semmi akkor más, mert engem az érdekel, ötven. akkor 50. Itt egy egy részrevételem egyébként van szerintem, nem csak egy népi játék, ez az államnak egy vedelemszerzési forrása. Ugye nem kéne hozzá két PhD, hogy átlagsebességet számoljanak, ne pedig pillanatnyit, és onnantól kezdve csak a belépési, a kilépési ponton kéne megmondani az időpontot, és abból kéne az, hogy nem lehettél 130 alatt, mert hogy különben akkor valami kvantumánikai csoda történt. Ergo, itt fizetbe be kérlek a bírságot. Ezt az angolok csinálják 20 éve, de legalább 15, de azért nem csinálják, nyilván, hogy a védére alkalmas lenne, mert az jövedelem kiesést jelentene az államnak. A, igen, tehát lehet egyébként, és még egy csomó más módon mérhetnénk a büntetést, de most csak így a közlekedés az mindig egy jó példa. Sokszor a közlekedésből példákat egyébként digitális kultúrára, mert nagyon sok minta ugyanaz, például az identitás is, tehát az autóban mindenki úgy érzi, hogy kicsit el van bújva, ugyanúgy, mint az interneten, és megcsinálja azt, amit nem csinálna meg. Tehát van egy sor, akkor nem mész előre és ugrasz be ö, személyesen, mert akkor tudod, hogy szemedbe néznek és kilöknek a sorból, stb. Autóval meg ezt simán megcsinálják, hogy bevágnak eléd, ugye, stb. Mert egy autó egy Ha szóval visszatérő ide, meg fog, el fogjuk adni az adatainkat, most is eladjuk. Igen, amit hogy így adnak. kapunk, mi vagyunk a termék, hmm. ez tök tiszta. Most is eladjuk, hogy használják ezeket a szolgáltatásokat, de később tudatosan fogjuk. Ha most nekem valaki azt mondja, hogy Hát láttam, hogy vezeted egy kis applikációban a kalóriáidat, mert azt hiszed, hogy ettől le fogsz podni. Ö, meg van egy alvás elemződ, meg lépésszámlálód is van, mert nem tudsz sportolni, hogy ne indítsd el a lépésszámlálód. Mi van, hogyha bemegyek a, a házi orvosomhoz, vagy valaki az, és nem azt mondom, hogy hát szerintem egy kicsit rosszabbul vagyok az utóbbi időben, mert átnyújtom neked az elmúlt másfél év adatait. Én magam szedtem ezt a telómmal, pontosabb diagnózis kapok, és nem is kapok érte pénzt, hanem azt mondja, hogy nagyobb esélye foglak meggyógyítani. Hát a különbség a kettő között az, hogy Kína nagyban tolja, és egyébként versenyképesebb, de tény, hogy a mi demokrácia fogalmunk nehezen emészti ezt, és nyilván nem szeretem. Az, hogy mi is ugyanezt fogjuk csinálni, az, hogy ki hogy fog ezzel az adatokkal benni, ez azon fog múlni, hogy mennyit beszélgetünk erről, mennyit gondolkodunk róla, és mennyire tanítjuk meg az embereket, hogy helyesen kezeljék az adatokat. Azt meg kell mindenkinek érteni, hogy a saját adataink az egy erőforrás. Magunknak is kell gyűjtenünk, rólunk így gyűjtik, ez nem baj, csak okosan bánjunk, okosabbnak kell lennünk, nem vannak lennünk. Következő miatt, nálam nincs de, hanem élből mondok, Ami miatt félek, az ugye, hogyha noak 3-tól szedem a meglátást, ugye annak idején, amikor a liberális demokrácia győzött, akkor annak volt egy döntéshozatali processzbeli eltérési alapja nevezetesen, hogy egy volt rendszer nyert egy központ a szemben, mert közel volt a döntéshozó az információ az alapján dönteni tudott. Halleluja. Azt hiszem, hogy fukuja vagy ki volt az, aki mondta, hogy na, akkor itt most vége is van, köszönjük, ennyi volt. Tévedett. És ami az egészben a legszörnyűbb az az, hogy a, a, liberális demokráciák magállamaiban is be lehetett bizonyítani, hogy nem, nincs vége, sőt nekem a Brexit, én az angol történelmnek egy szóval kedvencem, és egy hatalmas megörökönyödés, hogy akik jelentős részben kitalálták, azok is bekajálják, és gyakorlatilag elég volt leprofilozni, megkeresni a bilegőket, no, ugye azokat, akik egyértelműen valamelyik tartalmányba estek, azokat vagy nem lehetett, vagy nem kellett meggyőzni, tehát azon nem kellett foglalkozni. A középső részre kellett, ami pár millió ember volt, és ezeket a profilozás után megszórni teljesen fals információkkal, és lön Brexit. Most innentől kezdve ezt ha a briteknél meg lehet csinálni, akkor egy ennél kevésbé fejlettebb társadalomban jobban meg lehet a magyar, egy másik brosúra. Innentől kezdve én félek. Az adásban többször is emlegetett smart konferencia a koronavírus nyomán kialakult példátlan helyzet miatt maga is halasztásra került. A digitalizációban azonban továbbra is bízunk, hiszen az oktatás folytonosságát a technológia magas szinten tudja támogatni, sőt, a digitális oktatási megoldások bevezetése a járvány talán egyetlen pozitív következménye lehet. Az IVS minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az oktatási kormányzat, az iskolák és a családok erőfeszítéseit az új, digitális tanrendben. Már napok óta gőzerővel dolgozunk azon, hogy összegyűjtsük és elérhetővé tegyük az IKT ágazat szereplőinek különböző felajánlásait. Az ivs.hu weboldalon te is tehetsz felajánlást, illetve bővebben olvashatsz erről és további javaslatainkról. Tényleg pont eljutottunk arra a társalgási meg, meg témai mélységre, amikor már a bizalom kérdését szerintem elő lehet itt hozni. Már most is erről beszélgetünk, így úgy, amúgy. Hogy ezt valamiféle kérdésé is fordítsam, az érdekelne, hogy arról mit gondoltok, hogy azt csak én érzem, -e, vagy mi érezzük-e, hogy ma sokkal nagyobb hisztéria esetleg feldultság van azzal kapcsolatban, mennyi minden vesz bennünket körül, mennyire gyorsan pörög a világ, mennyire nehezen lekövethető, vagy ez ország minden ipari vagy képi egyéb forradalom kapcsán és idején is ugyanígy volt. Ezzel, ezzel talán azt el lehetne érni, hogy kicsit mi is megnyugodjunk hogy volt már ilyen, és még lesz is valószínűleg ilyen. De nyilván mi ebben a korban élve, én is, nekem is van egy 14 éves fiam, ő is, rajta is, azt látom, hogy kapkodjuk a fejünket, és lassan eljutottunk oda, hogy senkiben nem bízunk, és semmiben nem bízunk. Mit gondoltok erről? Nagyon érdekes időket élünk, ugye ez tény. Az is biztos, hogy egyre gyorsabban változik a világ, ami egy nagyon egyszerű közhely, és most ideko elosztam az asztalra, de tény, hogy egyre gyorsabban változik, ami, ami okoz egy ilyet, hogy, hogy úristen, már nem is tudom utolérni a technológián. A internet és a számítógép volt az első olyan minden felforgató technológia, ami gyorsabban terjedt el, mint 50 év. És ez azért érdekes, mert, mert ez, ez, az emberiség megszokott tudásátadási ritmus. Ha tehát egy generáció megtanul valamit, és továbbadja. Itt most egyszerre kapta meg minden generáció, és emiatt nem volt meg az, hogy na ez, 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 ennek hol a helye, mik a szabályai, hogy kell használni, hanem együtt tanuljuk. Minden generáció megadta a maga kis válaszait, én szórakozásra használom, az idősek azt mondták, hogy nekünk nincs rá szükségem, ez egy jó nagy butaság volt, utána azt mondtuk, hogy vannak digitális benszülöttek, még nagyobb utaság, és akkor is szépen elvesztettünk tíz évet, most már azért tanuljuk, hogy, hogy az egyik kulcs része ennek akkor is az, hogy most először az egy alapvetően biológiai lény, áttolja mondjuk úgy a társadalmi értékeit, a pénzt, emlékeit, beszélgetéseit, könyveit, a munkáját egy megfoghatatlan térbe, ami eleve egy bizonytalanságot okoz. A másik, hogy mivel nagyon sokan vagyunk, és városi környezetben vagyunk, illetve nagyon elterjedtek az atipikus munkavégzések, családmodellek, tehát itt nem csak az internetről van szó, emiatt nagyon-nagyon összetetté vált a világ. Régen száz változóval leírtunk egy ember életét, most meg 2000-re kell leírnunk. Nagyon összetett. És ez azt is jelenti, hogy, hogy változnak folyamatosan az identitásaink. Egyik pillanatban a cégvezető vagyok, ott apa, de ránézek a telefonra, akkor munkavállaló vagyok, de hirtelen visszamegyek tévénézővé. Ezek egy nagyon nehéz feladatok, amiket az ember fejének menedzselnie kell. Mint ahogy az, hogy a digitális kultúra, az egy technológia, ami ugye a mikroidő használatával gyakorlatilag minden pillanatot kihasználunk. Várok a buszra, hú, azért ránézek a, a csetre, stb. Folyamatos agyi ingerültségben vagyunk, ami igazából nem megszokott, mert az emberi agy kéne unatkozzon, meg tetvészkedjünk egy kicsit ilyesmi. És ezért nagyon sok emberben van egy bizonytalanság vagy félelem, de ez, ez, ez csak technológia megtanulás. Hogyha, de a bizalom az valóban egy kulcskérdés, mert most már nagyon sokszor idegenekkel érintkezünk, és nagyon sokszor közvetítő felületen keresztül, a legtöbbször egy digitális layer, ami azért érdekes, mert hogy, mert hogy ezt meg kell tanulni, mert nem tudom, mi van mögötte. Egy egyfős, ö, teljesen elszállt egyház ugyanolyan jelentőségteljesnek tud tűnni az interneten, mint egy ö, történeti egyház sok templomával és a sok papírval, mert nagyon jó weblapot csinál. Ugyanígy egy bizniszben, bármiben, és most tanuljuk, csillagok alapján kiválasztjuk, melyik szálloda a jó, de tudjuk, hogy ez manipulátor, de megtanuljuk az ellenstratégiát, de valaki megint visszamanipulál, ezért a bizalom valóban kulcskérdés. kérdés. pont ebben a felmérésben, pont ezzel foglalkoztunk végig, nagyon sok oldalról közelítettük meg. Azért sem egyszerű kérdés, mert, ez nem úgy van, hogy az emberek bíznak -e a digitális kultúrában, vagy sem. sőt, ha megkérdezem, hogy a közösségi médiában bízik, akkor sem egyértelmű, mert mondom, hogy Félsz tőle? Hát nem szeretem, de uh, amúgy jó dolognak tartott uh, kapcsolatot tudta azt a családtagokkal, persze de a legjobb dolog a világon, tehát az, hogy nem bízunk benne, nem azt jelenti, hogy nem használjuk. Uh -huh. Kettes, az, hogy, hogy uh, hirtelen gyors döntéseket kell hozni, az nem azt jelenti, hogy az emberek buták benne, vagy hogy, hogy nem uh, figyelnek oda. A lényeg az, hogy most például azt látjuk a magyar lakosságon, hogy ugyanannyira bíznak a gépek által gyártott tartalmakban, mint az ismerőseikben. Ami addig brutális, mert néhány ezer éven keresztül az ismerősök voltak a kulcs. Másrészt meg egy szuper jó hír, mert innentől kezdve csak azt kell csinálnom, hogy hiteles gépek által gyártott tartalmakat, például egy mesterséges intelligencia adó tanácsadó, vagy egy robot sebész. A bizalom kérdéskörének egy nagyon új mintákat tanulunk most, hogy kibe bízhatok meg, és hogy bízhatok meg. Éjszaka sétálok haza, kihívok egy autót, beszállok egy ismeretlen mellé, bizalmi játszma, hívjuk Ubernek, bárminek. Ezért én azt gondolom, hogy nem csökkent a bizalom az ember emberek között, hanem sokkal több csatornássá vált. Az ismerősök mellett megjelent az internet iránti bizalom, a, a gépek iránti bizalom, a szakértőkkel szembeni bizalom, és ö, azt is látni kell, hogy hatalmas a zaj, és emiatt nagyon sok kudarc érte az embereket. Tehát mindenki annyiban bizalmatlanak, hogy na jó, itt lehet, hogy átvernek és tényleg befejezve, mert hosszú a de hogy, hogy mi magyarok ebben viszont nem vagyunk jók. Nem magas szintű az információs írástudásunk, sokkal inkább gyanakulók Nem vagyunk, vagyunk. jók, tehát ugye a, a, a... értelmezésében a dolgoknak, igen, a megértésében? Igen. 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 Tehát a, a bizalom kiépítése, ugye a bizalom, az az a folyamat, amikor azonosítom a problémámat, megtalálom rá azt az embert, aki meg tudja oldani, és megoldjuk együtt. A bizalom igazából ez. Most uh -huh. így persze van egy szeretet része, meg mosolygunk, de de most funkcionalista antropológusként. Mivel, hogy nem... Tudunk jól keresni, nem tudunk jól kritikusan gondolkodni, nem teszteljük le azt, amit elsőre kapunk, emiatt nagyon sok embert kudarcér a bizalom terén átverik. Most ezt így nem tudom hogy vagy hosszabban mondani. hogy nagyon pontosnak tartom a magyar hogy hogy lehetne a bizalmat növelni. Biztos, hogy nem úgy, hogy azt mondjuk nekik, hogy bízzál már, <laughs> uh, hanem működő szolgáltatások mentén, sikerek mentén uh, szerintem menni fog. Én nem látom alacsonynak a bizalmat, sőt, sokszor azt látom, hogy az emberek túlságosan is bíznak. <laughs> azt gondolom, hogy a kettő egyszerre van jelen, ami érdekesben, azzal teljesen egyetértek, hogy bizalom nélkül nincs együttműködés, együttműködés nélkül pedig nincsen, tehát az, egység, az egyénnél nagyobb erőforrást igénylő feladatok megoldása alkalmatlanak abban a pillanatban, ha nem tudsz egy csapatot, egy csoportot mögé tenni. Másodszor, itt egy dolog jelentősen megváltozott minden korábbi forradalomhoz képest, nevezetesen most van először az a pont, amikor azok az attribútumok, amelyeket idáig az emberrel asszociálhatunk, kreativitás például, azok egyre kevésbé az emberre, vagy csak az emberre jellemzőek, és ebben az lesz a döbbenet, hogyha a... Egyébként megbízol benne, és pont olyan a hangja, mint egy embernek, de egyébként ez egy gép, és az a gép akinek a tulajdonában van. Akkor innentől kezdve a manipulálási lánc folyamatnak a hosszabb, rövidül, magyarán direktebb módon lehet manipulálni, és fognak is vele élni én speciál rendkívül utálom, hogy manipulálnak, miközben nap mint nap valahányszor elérek, utolérek valakit, aki manipulál, akkor megszabadulok. Ennek egyetlen egy baj hogy egy idő után szép lassan egy üres térbe kell, hogy helyez magad, elmész protonmérre, letitkosítod még a WC láncot, és tehát gyakorlatilag egyre jobban védekezel, a gyerekeknél is túlfaktor a authentication van minden telefonon. Elmagyarázom nekik, hogy legalább arra vigyázzanak, hogy, hogy az identitásokat ne lopják el, de manipulálásnak való kitettségi szintjüket nem tudom csökkenteni és az egészben azért zavar, tehát a, a jelenlegi magyar társadalom rendkívül módon sebezhető, mert éretlen arra, hogy manipulálják. Azt hiszem az Árpés valami valahogy ezt uh, próbálta, és nem is csak Igen. próbáltam, át is hát hogyha is akkor én most megpróbálom nem ezt a, uh, uh, letisztázni, hogy a abban maradtunk, és akkor még egy kérdéshez vezet be, természetesen, mert mint ahogy minden, hogy akkor a magyar emberek, a magyar társadalom nem teljesen kész, nincsenek meg azok a képességei, amivel a veszélyeket, a fenyegetettséget, vagy az abban elő lehetőséget letisztázzák magukban. Vagy lehet, hogy én ezt rosszul interpretálom, Így van. Vagyis ez azt jelenti, hogy mondjuk Ausztriában, Németországban az emberek fejlettebben állnak ehhez hozzá, vagy nem jobban értik? Országokra lebontva kijelentéseket tenni. Általában, a ami biztosan igaz, és ezt az Árpi említette, hogy a változás sebessége kezd túlnőni azon, amit egy adott generáció, vagy egy adott ember földolgozni képes, és ebből adó dolog, nagyjából ez egy elbukott meccs az a változásra szemben, az adott egyén szempontjából. Tehát én speciál már rég belágtam, hogy elbuktam, itt említettem az édesanyám, ő az igazi Ludita lagard volt, tehát ő, ő tiltakozott még a mobiltelefon ellen, és aztán belekényszerült szegény, de az is egy fegyvertény, hogyha a jó gombot nyomja, amikor föl kéne venni. És innentől kezdve sejtem azt, hogy majd jön egy újabb kanyar, amikor én leszek a Ludita, és ott fogok nézni, hogy ezt már megint miért. És mindez 50-60 éven belül. Amit egyébként elvétett, ez teljesen igaz, hogy korábban mondjuk egy gőzgép elterjedéséhez kellett mondjuk 80-100 év, a rádióhoz mondjuk 80, lehet még annyi se. Itt valamilyen penetrációt kell mondanom, de nem tudok. A mobiltelefonoknál van mondjuk 7 milliárd ember, és ebből 3,5 milliárdnál már van. A, a mobil technológia 15 év, mobil internet 5 év, a világon leggyorsabban elterjedő technológia a Pornhub volt, az néhány óra alatt terjedt el a világon, a vasút meg 125 év alatt, tehát így gyorsult az egész. Bocsánat, <laughs> a... ezt most légy szíves, mondd el még egyszer. A, csak hogy, eh, hogy milyen sebességet <laughs> a, terjednek. A, a, a mi te volt a leggyorsabban elterjedő technológia? A Pornhub nevű. A Pornhub. Nevű, a Pornhub. Nevű. Pornhub. Na, nem egy technológia, hanem akkor a... Hát, egy, egy, egy technológiának kipu, igen, de <laughs> vagy szolgáltatásnak, belmének. A lényeg az, hogy az, hogy a világon országának 80%-ában elkezdik használni, az ilyen gyors. Ez azért érdekes, mert valóban itt lehet definíciós játmákat játszani, de az, hogyha most megjelenik valami érdekes dolog, és az embereknek tetszik, akkor az nagyon gyorsan el tud terjedni. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy az Airbnb kezdeti története olyan egyszerű volt, persze, hogy hú, hát nekem is lett volna ez az ötletem, hogy hát lakásokat adok ki, és most milyen jó milliárdosok. Azért, ha megnézzük a Airbnb történetét, ott azért látunk több év küzdelmet és egy csomó szürke hekkelését is a rendszereknek, hogy sikeresek legyenek, mint minden vállalkozó. Az előbb az, azért azt sem felejtsük el, hogy ezeket önkéntesen használjuk. Általában a kultúrában úgy működik, hogy van egy széles eszköztár, és abból kiválasztom az, ami nekem tetszik. Amikor az internet elkezdett terjedni Magyarországon, tök sok stratégiát írtunk arra, hogy hogy lehetne terjeszteni, mert hogy nem, nem akarják a magyarok használni akkor voltak ilyen stratégiák, hogy hát az internet nagyon jó, mert távoli amerikai könyvtárakat el tudsz élni rajta. Hát valamiért nem történt meg a tömeges ráugrás. Amikor megjöttek a közösségi oldalak, akkor hát az internet az, ahol megtalad a régi ismerőseidet, bam, mi fölmentünk, imádjuk a közösségi médiát. Kóriában ugye a Starcraft nevű számítógépes játék volt ez a killer application, ami megmozgatta az egész társadalmat és bővítette az internetet. Szóval különböző történetek vannak. A lényeg az, hogy most is lehet az, hogy nem használ a közösségi médiát. Nyilván úgy érzed, hogy kimaradt sok dologból, ez, ez ezen el lehet vitatkozni. Az, hogy mondjuk ha figyelik az útvonat tervező adatait, akkor megteszem, hogy nem használok útvonat tervezőt, és kész. Tehát, hogy lehet védekezni. Kérdés, hogy mit nyerek vele, vagy mit veszítek. Amikor most elveszük a telefont valakitől, nagyon sok ilyen kísérlet van, mert mit csinálsz, a két hétig nincs nálad. Nem az szokott a lenni, hogy úristen, én megürülök, habzik a szám, hanem az, hogy kie, kiesek a társadalomból. Lemaradok dolgokról, nem tudok velük beszélgetni, szép, mert valóban az együttműködés a kulcs. Ennek az ára az, hogy a viselkedésünket eladjuk, de ez, ez, ez Különböző módon lehet ezt kihasználni, amiről te beszélsz, az identitáslopás, az, hogy véded a telefon, stb. magas szinten, és ez tök jó egyébként, hogy így csináljátok, az már, az már ugye a konkrét bűnözés elleni védekezés. Most az, hogy valaki azt mondja, hogy ingyen odaadok neked egy szolgáltatás cserébe, személyre szabott reklámot kapsz, ez nem bűnözés, ez egy üzleti modell, amiben elvileg nincs rossz. Ha az, hogy ebből kialakul egy bizhangkamra, amin keresztül manipulálható vagyok, az meg a társadalmi tudatosság része, amin egyszerű dolgokkal is túl lehet esni. Például az, hogy figyelj, mielőtt egy fontos döntés hozol, keres rá egy másik böngészőben is. Hát, és ilyen egyszerű szabályokat, ha betartasz, akkor nem tudnak manipulálni, vagy nem annyira, valamennyire mindig manipuláltuk egymást, hiszen erről szól az élet, vagy az emberi kapcsolatok és a társadalmak. Szerintem ez nem rontja a bizalmat, és ugye minden, amit eddig beszélünk, ez nagyon hamarosan, és már most is még egy léjjelrel megvadul azzal, hogy gépekkel kommunikálunk. Most az látszik, hogyha ezt jól kommunikáljuk és jól csináljuk, ez növelni fogja a bizalmat. Mondok egy példát. Most azért, tehát a bűnözésnek egy komoly felhajtó ereje az, hogy lassú a büntetés. Megtörténik, ki tudja, hogy elkapnak-e, ha nem kapnak-e, de ha el is kapnak, kimagyarázom magam, de ha nem is magyarázom ki magam, évek telnek el, stb. stb. Egy elképzelt jövőben lehetséges az, hogy mondjuk elkapnak, mert mondjuk a telefonomon keresztül sikerül rögzíteni a dolgot. Besétálok egy szobába, robot bíró van, aki percek alatt meghozza a döntést, mert békputyadta az egészet. Én ugye belebeszélve egy mikrofonba megteszem a tanulmányomat, sokkal pontosabban meg tudja mondani, hogy hazudik-e, mint az emberek megmondanák. Ezek működő technológiák, használják egy bíróságon, elmondom az én verziómat, a másik elmondja az ő ez 10 perc van, kijövünk a bíróságról, és már le is mondták a bankszámlánkról a büntetést. És akkor azt mondom, hogy ú, ez pártatlan bíró, robotbíró. Ugye, aki gyanakszik, azt mondja, ha, hát igen. De nem is az, az algoritmust, amivel működni fog. Persze, a szoftverét, meg az én esetem. Mert igen, csak hogy, hogy, ezek eddig is voltak, ezek a játékok. Hát, ö, ö, szoktam tanítani, lehet, hogy most meg kicsit távoli történet, de a biológiai ö, adattárolásról nem tudom mennyire tudjátok, a római jog időszaka, ugye Róma, hogyha mondjuk valaki adott vett egy földet másiknak, akkor hogyan jegyezték meg, hogy hol van a föld határ. annyi a sztori, hogy akkoriban úgy csinálták, hogy volt a telek határól, oda vittek egy nagyon fiatal rabszolgafiút a határa, és istentelenül megverték. De nagyon, de nagyon embertelenül megverték, és ez volt az adattárolás módja, mert hogy az emlékezett ezen túl mindig, hogy hol verték meg. Hogyha a telekvita volt, akkor azt mondták, hogy nas, Livius, uh, hol vertek meg. Itt van a telekvita biológiai adattárolás, amit ugye ugyanúgy meg lehet hekkelni, mert, mert mondjuk tíz éve később azt mondja, hogy Libius Livius, nem biztos, hogy nem lehet, hogy egy tíz, tíz méterrel alig Mindig ki lehet játszani a rendszert. Itt az a lényeg, hogy soha nem volt, hogy ennyire sok ember, ennyire sok helyzet kell egymással uh, interaktoljon, Bizalmi idő nélkül tényleg szét fogunk esni. Tehát a, a városok nem tudnak enélkül működni. Az egész technológia lényegtelen. Az a lényeg, hogy az emberek mit művelnek egymással. Nem technológiával fogjuk megoldani a gondjainkat, hanem együttműködéssel. De bizalom nélkül nem megy. Um... Lehet, hogy most kéne egy kicsit ilyen üzleti szintre, már úgy értem, hogy a üzleti világ szintjére menni a beszélgetés. Engem az is érdekel nagyon, hogy mit tapasztaltok, akkor megadném a bizalmi kérdésnél, hogy a cégvezetők cégek működésében, folyamataiban ezek a hatások hogyan képződnek, hogyan látszódnak. Nekem van egy elképzelésem, feltételezem ott is emberek ülnek, döntési pozíciókban vannak, vagy, vagy lehet, hogy többen vannak abban, de ugye ott is hasonló kérdések, kétségek merülnek föl. Hát, Digitalizáljuk-e a folyamatainkat? menjünk el a felhőbe? Nem menjünk a felhőbe? Hova rakjuk a szervert? Milyen cégre bízzuk egyáltalán az adatainkat? No, megérkeztünk, pont ezt akartam, hogy ha egy ponton már egészen egy a bizalom hiány, az a távközlés. És nagyon egyszerű módon, ugyanis ahogy mondani szokták, hogy a kínai rúterekben valószínűleg külön portot szerelnek ahhoz, hogy a kínai titkos ne kelljen, ne kelljön a sávszélességért. Innentől kezdve, miután a, a verseny messze nem, nem kiegyenlített, magyarán elég erős állami dotációk vannak. Mondok egy példát, mondjuk a megnevezett kínai gyártó, amikor éppen Afrikában telepít egy újabb telefonközpontot, akkor ő még épít meg egy stadiont, hogy esetleg kéred. Mert akkor ez neked biztos tetszik. Innentől kezdve viszont valószínűleg azt is lehallgatja, hogyha bőfentettél egyet a klotyón. Na most ezek után, miután a a világpiaci alapszabályok szerint a másik gyártó, aki ezt nem szerelt ebből, az tönkre fog menni, ezért egy idő után politikai kérdés az életben tartani egy olyan mondjuk svéd gyártót, aki talán kevésbé fog ezt üzni, vagy hozzánk fog elrútolni a forgalmat. Tehát innentől kezdve a bizalom hiány egy adott részen a telkó maximálisan jelen van már ma is, és hozzáteszem ez valószínűleg ugye az adattal csak a következő bajok történetnek, hogy akkor lopják el, amikor tárolod, vagy akkor lopják el, amikor utazik ennél rosszabb, amikor hamisítják, miközben utazik. Tehát ugyanúgy ki fog épülni, illetve már kiépült két egymással ö, szemben álló, hogy versengő felhőszolgáltató infrastruktúra és telekommunikációs infrastruktúra éppen miatt a bizalom miatt. Az igazán zaftos kérdéseket pedig biztosan nem teszik rá erre, mert félnek, és joggal. Az, hogy ö... Hogyha mondjuk globális szinten gondolkodunk, azért ugye látjuk nyilván, hogy már rég nincsen egységes internet a világon. Van nekünk egy orosz elzárt internetünk, van egy kínai jelzett internetünk, van egy angol száz internetünk, és így tovább, de mindenkinek a saját internetje is van, hiszen a keresési előzményeink alapján neked más dob ki a keresésedben, böngésződben nekem. Az, hogy az adat, a, a lehallgatás vagy az adatgyűjtésnek már ipari szintű dolgai vannak, vagy nemzeti szintű, ezt tudjuk, ez ez jó ideje megy, igazából minden gyártó. Európa ilyen szempontból mindig is ilyen kis, ilyen, ilyen, ilyen naiv szereplő a három nagy közül, tehát hogy USA, Európa, Kína, Orosz most így egybe, mert mi végül is azt csináljuk, hogy az Egyesült Államok szoftvereit használjuk mindenütt, meg a szolgáltatásait, viszont szeretettel használjuk kínai gyártó eszközeit, tehát hogy milyen mi boldogan osztjuk meg most ilyen nemzeti szinten az adatokat. De nekünk más a kulturális hagyományunk, hiszünk abban például, hogy van egy ilyen, hogy privacy, meg való jog, meg GDPR. Erre mondhatom azt, hogy ez nagyon szép dolog, hát általában úgy szoktam feltenni a hallgatóimnak, hogy igen, ez van. És ez a kultúránk része, sokszínűség, versenyképesség, cool. De, mit szóltak, ahhoz, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy tíz év múlva mi nagyon szegények leszünk, a kínaiak meg nagyon gazdagok lesznek. Akkor ú, ez azért most akkor az, hogy nem tetszik, de miért, miért, miért? Lehet ezt okosan csinálni, de kell uh, okosan csinálni. Az üzleti szinten, én a bizalom mellett szeretek egy másik szót is, az a tudatosság. Uh -huh. És én, amit az üzleti szinten, most Magyarországon vagy ne csúszunk nagyon általánosok térre, én azt a, a, az adatokkal, vagy az üzleti stratégiák kapcsolatos tudatosság nagyon alacsony szintjét látom, konkrét tanácsadás szinten is, stratégiai szinten is. Beszélünk róla, mindenki igen, igen, a felhő, igen az adatok. De az 3-4 százalék az a cégszám Magyarországon, akik valóban kigondolják, hogy tényleg milyen adataim is vannak, mire tudom ezt még használni, hogyan tudok ebből még pénzt keresni, kitől kell megvédenem, ha milyen adatom hiányzik, hogy okosabb legyen. Nyilván ennek kulturális háttere is van, Laci is mondta, ugye, hogy Magyarország akkor is alapvetően egy agrárország hosszú időn keresztül, nagyon kevés polgárral, és hát az egész információs társadalom a polgároknak a, a világa. Minél több polgárunk lesz, annál erősebbek leszünk. A másik viszont, hogy a vállalkozásaink is azért ilyenek, hogy vagy egy nagyon egyirányú, én egy dologra szakosodtam, apámtól ezt törököltem Malmonban, vagy egy darab idén, vagy a kényszervállalkozók tömege. Őtőlük nem várhatjuk el, hogy innovatív legyen és új technológiákat, mert ő nem erre szocializálódott. Most már vannak olyan vállalkozó rétegek, akik nemzetközi piacban gondolkodnak, akik rugalmasak, akik tényleg akár fe, fe, fejre tudják fordítani a céljukat, hogy máshogy gondolkodjunk. Magyarországon kevés ilyen cég van, ez nem bűn, vagy valami eleve kis piac vagyunk, de azért is van, mert, mert nem erre szocializálódtunk. Most a nagyon gyors változásokat várunk el magunktól. Tehát, hogy azért egy 10-15 éve van ez a digitális kultúra. Az, hogy nemzetközi piacba tudok gondolkodni, az, hogy én egy íróasztalnál ülve világszintű kereskedelmet tudok folytatni, 5-6 éve van. Én nekem nagyon nehéz e-bizniszt tanítanom, mert minden évben újra kell írnom a tananyagot. Jönnek a hallgatók, 5 évvel ezelőtt, amiket mondtam, sztorikat, ezek már olyanok, azt se tudják, mi van. Mm. Ö, amiket idén mondok, tehát én, én úgy kell tanítsak, hogy három év múlva aktiválódjon a fejükben, mert mm. ők akkor mennek ki az egyetemről. Én megtanítom a mai esettanulmányokat, azok semmit nem fognak kérni. Mert véget, három éve kimácsol, azt mondja, hogy úristen, pénzügyi sakál lettem, de ö, tök régi tudásom van. Senkem átvertek az egyetemen, mert nem azt mondták, ami van a valós világban. Vagy a való világban. Nem hozzám járt el órára, de viccet véletével nehéz elkapni, de más azért, tehát a tudatosság szerint a nagyon fontos. Céges szinten a bizalom helyett én a tudatosságot használom. Azt hiányzik most a magyar cégekből, hogy tényleg pontosan mit akarnak. Üzleti tervük van, de víziójuk nincs. Látják a trendeket, de nem gondolnak igazából bele. És azért is örülök például ti konferenciátoknak, vagy akár a tevékenységeteknek, mert nyilván látszik, hogy ez az egyik küldetésetek, de hogy ezt nem lehet elégszer elmondani. És én nagyon örülnék, hogyha egyszer nem csak a szavakban meg, és most nem a részletekről, vagy a cégvezetőknek annyiban, hogy igen, láttam, hogy van egy ilyen komp, hanem tényleg el kell jönni, és nem csak a pogácsát kell megenni, hanem tényleg elgondolkodni rajta. Igen, igen. mert. Mert mondhatnám ilyet, hogy ú, akkor veszíteni fogtok szegének Igen, egyébként így lesz. De a másik az, hogy hogy uncsi lesz a vállalkozás. Nem lehet egyébként, hogy ez valamilyen színen generációs probléma kör. Tehát hogy a, a, a most azokkal a cégekkel, akikkel ti nap mint nap kapcsolatban vagytok, meg mi is, ott ugye egyszerűen el kell jönni annak a generációváltásnak, akik most, most viszik oda a tudást, vagy majd viszik oda a tudást, és már tudatosabbak, ahogy te mondtad, és és ugye a édesapáink, <kül> nagyszüleink, még bizalmatlanul, bizalmat mondom, mégiscsak visszahozom ezt a szót. Szó. Lehet, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, de valahol erről is lehet esetleg szó. Azt gondolom, hogy ez részben azért jelen van, és <kül> tudom, hogy egy nagyon elcsépelt kérdés, de most egy olyan 5-10-15 éve van az első olyan generáció, aki már húzamosabb élt külföldön, mielőtt hazajött volna. Tehát egyrészt látott mást is, nem csak azt, amit az előbb az Árpi tehát nem csak a magyarukat ismeri. Nem mellesleg nem kötődik a magyar ő nyelven elérhető információkhoz, mert hogy megért mást, és innentől kezdve egyébként ez az internetnek egy óriási előnye, amit hozzáteszem, nagyon nagy értékelek, hogy ki tudom kerülni a magyar médiát, mert nem hiszek neki. Viszont az előző, persze aztán a kérdés, és miért hiszek a BBC-nek, amikor valószínűleg az is manipulál. De egy dolog még itt előjött, amikor amit feszegettünk, hogy a technológia az milyen társadalmi méretű torzulásokat, illetve visszarendezőseket okozhat. Közben előástam az egyik kedvencem, ezt Rodrik Strillmannak hívják, ami azt mondta, hogy egyszer nem lehetsz egy mély gazdasági integráció része, nem lesz nemzetállam, és nem lesz demokrácia. Ebből a háromból kettőt választhatsz. Most a, az, amit az előbb az RP elmondott, látom az arcodon, hogy nem értesz egyet. Nem. Az, ez lesz jó. Tök tök jó tök. De, de nem kezdve, amitől tartok, az az, hogy általában a gazdasági integrációt nem tudja nem választani, különben, hogy mondtad, elszegényedik. Abban a pillanatban, hogy ezek után még erőlteti a nemzetállamot, akkor viszont a harmadik kiadódik. Annak pedig én nem örülök. Persze, kit érdekel? Na, <hlation> <há> uh, Nem is az a lényeg, hogy egyetértsünk, sőt, uh, az, hogy majd kinek hisznek, azt majd elrendjük, de <háll> nem, csak viccelek. Az, most azért kicsit azt értem a részedről, hogy igen, uh, kiválasztom, hogy ki manipulál, ki nem, és nem hiszek egy csomó mindenkinek. Ez egy ideig nagyon jó, és a te esetedben jó, mert egy értelmes mivel gondolkodó ember vagy, de amúgy társadalmi szinten ez nem működő stratégia, mert ez csak oda vezet, hogy mindenki veszemben bizalmatlan vagyok. Mindenki manipulál. Mi is manipuláljuk magunkat, a szeretteinket, a kutyánkat, a munkahelyünket, munkavállalóinkat. Tehát hogy, De ez nem baj. Tehát ez egy társadalmi forma. Az üzletre visszatérve, én nem gondolom, hogy ez generációs. Én nem nem látom ennek se a saját életemben példáját, se a trendeken. Eleve ez a generációs azért túl van uh, dimenzionálva. Jók ezek a generációs elméletek, xyz, többi, és nagyon jó kutatói vannak itt Magyarországon, nagyon tisztelem őket. De azért azt is látni kell, hogy ez egy, egy 80-as években Amerikában kitalált történet, ami ott is akkor bizonyos dolgokat bebizonyított, de az, hogy ö, ö, itt Magyarországon is feltétlenül igaz legyen, ennél ö, bonyolultabb a kérdés. Tehát szóval nem látom generációsnak, ez inkább hozzáállás kérdése. Nagyon sok sztorit tudok mondani a száz évvel ezelőttről is, vagy idős magyar vállalkozókról. Tehát akár a, megnézzük a, nem tudom, a. a a, a, pécsi ez porcelángyárat, most már amilyen nem itt eszembe a nevük, de hogy milyen innovatív dolgokat kell tenni. Így, így van vissza. a zsolnaiék, akik, akik, tudtak üzleti modellt változtatni, és hát olyan időszakban, amikor nem volt internet, nem volt eset. Tehát, hogy ez inkább aznak a képessége, hogy valaki tud-e üzleti modellt, meg tud-e látni újat, be tud-e hozni újat a, a cégébe, ez szerintem nem generációfüggő, hanem hanem inkább annak az adott vállalkozónak a hozzáállásától függ, hogy mennyire kíváncsi, vagy mennyire mer kísérletezni. Azt szerintem nagyon sok magyar vállalkozó arra van kondicionálva, hogy ne kísérletezzen, mert az kockázatos, hanem a bevás stratégiát kövesse. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenki mindig változtasson, én csak azt mondom, hogy mondjuk az üzleti tevékenységének 10%-át, vagy a napjának a 10%-át szállja arra, hogy gondolját, hogy esetleg hogy lehetne még máshogy is csinálni. Itt És eszem... e... ennyi. Csak hogyha erre egy IKT eszköz a válasz, akkor csinálja azt. Itt van egy fundamentális piacmegközelítési eltérés annak függvényében, hogy a magyar piacból próbál kitörni a nemzetközire, is nem fog működni, vagy a nemzetközi jön vissza, tehát eleve nem is gondolkozik magyar piacban, hanem az a része a kiadódó 3-4 százalék, és egyébként örül neki, de amúgy kevésbé izgatja. Ez az is érdekes, és van még egy dolog, hogy az kezdeti finanszírozást honnan szerzi. Abban a pillanatban, hogyha az állam emlőjén próbál megnőni, akkor óhatatlanul hozzá Trenírozza magát ahhoz, hogy a magyar piacban, illetve a magyar valóságban, és főleg a magyar állami megrendelésekben gondolkozon, innentől kezdve jó eséllyel kizárja magát a VLK piacról, mert versenyképtelen lesz. A másik oldal viszont az a nehéz, hogy miután a magyarországi kockázati tőke befektetési kultúra az azért másik lapra tartozik, mint mondjuk az amerikai, közvetlenül Magyarországról kitörni nagyon nehéz. Egyébként érdekes módon sok esetben még rejtegetik is, tehát hogyha az ember megkaparja azoknak, akik sikerült, csak nézd meg a weboldalaikat, nem nagyon hirdetik azt, hogy ők magyarok. Egy adott ponton túl inkább eldugják. Hozzáteszem, ez Kelet-Európa egész az nem csak Magyarországra. A... Annak ellenére az idő a mániá, és nagyon szeretek róla beszélni, vagy ennek ellenére, vagy azért érzem, hogy lassan véget ér az időnk, hogyha nem húznám, de ezért szerintem igen, van ez a megközelítés, a nemzetközi piac kitörni, betörni, és ez pontos. De az innovációt én nem csak emmentén mondom. Tehát, hogy akár a mindennapok megélet is az, hogy hogy, hogy bánok a munkavállalóimmal, hol engedek egy kicsit, miben. Olyan rigid megoldásokat látunk, hogy annyira bután tudnak viselkedni néha a cégvezetők, elnézést, hogy így mondom, de egy kicsivel lehetne, egy kis odafigyeléssel, egy kis, nem tudom, egy kis homofisszal, egy kis motivációval, egy ö, jutalmazási rendszerrel. Egy, tehát, hogy, hogy itt, itt most nagyon sok példát lehetne mondani. Annyit viszont azért tudok különni a magyar hazai KKV-iparnak, hogy egész biztos vagyok benne, hogy vagy mondjuk úgy, hogy a Glokális piac, ami ez egyre jelentősebb lesz. <coughs> Tehát, hogy nem kell nekünk a nemzetközi térre kitörni, hogy sikeresek legyünk. Itt Magyarországon is nagyon sok olyan vállalkozás egyre inkább menni fog, ami csak a hazai piacnak szól. Most egyre inkább értékes lesz az, hogy helyben gyártott termékekkel, helyben gyártott cuccokkal ellássuk magunkat, vagy a régiónkat. A világra szoftverekkel kell menni, meg digitális termékekkel. <coughs> um. Föl is van egyébként a jegyzetekben írva a digitális tudatosság kifejezés, amit, amit, most büszkén mondok, mert ugye pont erről beszéltél te is, és azt is mondtad, vagy mondtátok, hogy az nem úgy megy, hogy na akkor vízzel na vagy akkor legyél tudatos. És tudom, hogy nagyon nehéz, és ez egy millió forintos kérdés minimum, de mégis, mégis milyen, milyen, tanácsot, tudom, hogy most azt mondtad el, hogy mit, mi, mi lenne jó, hogyha cégek mit tennének, de mégis, hogyha konkretizálnánk, milyen mindsetre, milyen gondolkodásmódra van a szükség ahhoz, hogy, a, hogy, ez a bizalom kérdés ne legyen kérdés. Tehát, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek, azért korlátozzák, visszafogják bizonyos folyamatainkat, illetve akár társadalmi szinten, akár céges szinten. Mivel lehetne ezt turbozni? Hogyan lehetne mondjuk egy konferencián kívül mm. még ezt, ezt egy kicsit segíteni, vagy támogatni? Mit hát, gondoltok erről? Ezt Kronwell már megfogalmazta egyszer, bízz Istenben és tartsd szárazon a puskaport. Tehát valóban bizalom nélkül nem megy, hiszen bármilyen kereskedelmi interakció egy bizalomról szól, bármilyen együttműködés egy bizalomról szól, más oldalról tartsd a puskaport, tehát trekkeld le az illetőt, nézz utána, túrj utána, és hogyha valami nagyon nem áll össze, akkor ne üzletelj vele. Ez esetleg képzése, vagy tehát egy olyan gyakorlati tanács, vagy olyan, olyan ösztönző dolog, ami, amivel tényleg egy, egy, mai tök átlagos KKV megteszi azt a lépést, hogy, hogy akkor ő, akkor na, most én átgondolom, tetejére állítom a vállalkozásomat, átnézem a folyamataimat, beszélek az embereimmel, mi is ezt látjuk, én is ezt tapasztalom egyébként, hogy van ez a nagyon bele vagyunk ragadva abba valamiben, amit egyébként elég nehéz meghatározni, hogy a bizalmi válság azért nagy részt annak is köszönheti, hogy önbizalmi válságban is élünk. Nagyon sokan maguk értékét sem tudják megítélni, és ez sok cégvezetőnél is látszik, hogy azért is nem mer változtatni, mert fél, hogy akkor bukkik. Uh -huh. És hogyha bukik, akkor meghal, mert megélhetési vállalkozó a túlnyomó többség. Uh, nyilván könnyű úgy kockáztatni, hogyha van félretett tőkém, stb. Az, hogy maga az üzleti gondolkodás Magyarországon sokkal inkább ilyen rabló szerű, tehát azonnal kiveszem a hasznomat, nem visszateszem, építem a cégemet, stb. Néhányan nyilván csinálják, és ők jók is. Konkrétan válaszoljak, én azt az gondolom, hogy először az önbizalmunkat kell megnövelni, az pedig tudással lehet. Tehát, tehát tényleg képeznünk kell magunkat, ami egy borzasztó nehéz dolog, hogy megtaláljam az ajban azt az információt, amire szükségem van, és higgyek benne. Viszont azért érdemes ezt végcsinálni, mert utána, ha én ezt végcsinálom, akkor el tudom mondani másnak is, hogy hogy kell. Én azt javaslom minden vezetőnek, hogy az nem kidobott idő, hogyha nem éppen rohangászik és sajnálja magát, hogy este 11-kor ér haza a munkából, mert túl dolgozta magát, hanem ad magának egy délutánt, és az alatt végig gondol forgatókönyveket. Mi történik akkor, ha? Mi lenne akkor, ha? Az együttműködés sokszor azért nem működik a cégek között, mert féltjük egymástól a pénzünket, meg a nyerességünket. Általában azt látjuk, hogy ez működik. Én azt tudom javasolni, magukon végezzenek képzést és gondolatkísérleteket. Nem baj, ha az a válasz, hogy ez nem jó így. Mert akkor, akkor jó, akkor most jól csinálod. A másik, hogy nagyon-nagyon becsüljük meg az alkalmazottainkat. És ne ilyen egyszerű dolgokkal próbáljuk megfogni, hogy pénz, hanem gondoljuk végig, hogy nekünk mi a fontos most, és valószínűleg nekik is az és hogy hogyan tudunk hosszú távú célokat adni. Mindenki szídja most a munkavállalókat, nem lojálisak. Persze kevésbé lojálisak a digitális korban, de, de azért nem lojálisak, mert nem adunk nekik hosszú távú célokat. Például a képzés lehet egy hosszú távú cél. Például azt, hogy érdekelté teszem a cégben, lehet egy hosszú távú cél. Én azt gondolom, hogy kezdésként mindenképpen a képzés és a ját játszmákkal mennék. A második szinten pedig az, hogy tényleg érdemes leülni és végig hogy a, a az IKT eszköztárból mi az, ami kell nekem. De ne azt nézzük, hogy milyen technológiák vannak és jó nekem, hanem írjuk le, hogy milyen problémánk van. Mi az, amivel megakadtam? Vagy egy fordítási feladat, vagy egy számlagyártás, vagy egy nem tudom mi, önvezető autó hiány, azt leírjuk, és utána körülnézünk, hogy a palettán van-e. Lehet, hogy nem is internetes segítség lesz. De ez azért is jó, mert megint csak a probléma megoldó későnket gyártjuk. Nagyon sokan a, a, a probléma után futnak, ahelyett, hogy megelőznék. Szerintem, hogyha ezeket elkedjük, és ez igazából nem kerül pénzbe, akkor, akkor már drasztikusan javul a helyzet. Mivel az előbb egy finoman jelezte egyébként, és valóban így van, hogy a beszélgetés vége felé járunk, a egy utolsó kérdés engedjetek meg. Mi az a technológia, hogy benne te legjobban bíztok? magánéletben, vagy üzletben vagy? vagy Oké, okay. mi az a technológia, amiben legjobban bíztok a magánéletben, és mi az, amiben a legjobban bíztok a üzleti életben? Hmm. rögtön kétszer-két kérdést kaptatok. Tudom, hogy az eddigi óvatos duha én emmel kicsit mondok, de a publikus felhőszolgáltatókban bízom. Mind magánemberként, és mind pedig, mint üzlet. Abból az egyszerű okból, hogy a maga az informatika, ahogy egyre följebb tudódik az a része, ami nem commodity, innentől kezdve van egy része, ami az, és pusztán a, a nyers computing teljesítmény az már bőven az. Innentől kezdve az, hogy kitől veszem, azon el lehet de hogy nem feltétlenül akarom otthon csinálni, abban hiszek. Jó, nehéz kérdés egyébként így a végére, mert mint hogy itt nem tudsz nyerni, ma megnevezek egy szolgáltatást, akkor izé felhőre mindenki, ú, de a gyímegizél van jobb. Én nagyon szeretem a technológiát, tehát van egy heven függőségem, amellett, hogy imádom a természetet és az állatokat. Rá tudok fordítani időt arra, hogy állatokat mentek, de arra is, hogy megveszem a legújabb telefon. Most már nem is végzek lelki vitát, régen mindig meggyőztem magam, hogy állt, biztos megéri majd nekem meg vissza. Nem, kütyöpü problémáim vannak, megveszem, szeretem. Én az okos telefon, mint technológiát tartom a legfontosabb társadalom formáló erőnek, és nagyon szeretem mert azon keresztül tudom azokat a képességeket elérni, amikre szükségem van, vagy más emberek, vagy tudás, vagy connection. Imádom. A, és ezért bízok is benne, mert én használom. Nyilván erre költök is, és én is szoftveresen, stb., de én nagyon szeretem a magánéletben. Üzleti életben általában én is azokat a megoldásokat szeretem, amik időt rövidítenek le. Én azt gondolom, hogy, hogy és az idő lerövidítés alatt pont az együttműködés idején. Most például, és mert az intelligenciánál tartunk, eszméletlen dolog az, hogy mennyi ideje megy el a vállalkozásoknak meetingekre, e, izébizékre, e, több órás megbeszélésekre, amikor egy közös dokumentum szerkesztésben sokkal jobb hangulatban legyen annyi időt megcsináljuk. Tehát azok a megoldások, és ezek igazából legtöbbször vagy ilyen csoportmunka szoftverek vagy megoldások ahogy együtt tudunk dolgozni, én ebbe hiszek, kell a megbeszélés nyilván, de amikor együtt dolgozol, a sokkal felemelőbb mindenkinek, és sokkal kreatívabb, azokat nagyon szeretem. Aztán, hogy ezek közül épp melyik, mindig kísérletezek. Tehát én, én nagyon minden, amiről hallok, kipróbálom, letöltöm, föltelepítem, megvannak a bevált szoftvereim, de mindent meg is nézek. Nagyon szeretek játszani, szóval elég sok ide töltök a kütyük de a lényeg az, hogy a munkában a csoportmunka megoldásokat szeretem. Nagyon magánéletben a az szerintem egy tök jó technológia. Én abba bízok, hogy a, vagy egyrészt sok, talán sok, elég sok kérdése, jó kérdésekre azért adtunk választ, és tisztáztunk pár dolgot. Abba is bízok, hogy a, a smart konferencián mindeket tőtökkel fogok találkozni. abban meg főleg, hogy a hallgatóság közé is elég sokan el fognak jönni, és kedvet hoztunk nekik erre. Köszönöm, hogy itt voltatok. a Árpál és Konán László volt a vendégünk. Viszontlátásra, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Digital, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.